Jó estét kívánok! A nap talán legkevésbé megnyugtató híre az, hogy az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatója szerint 2022 előtt valószínűleg a világ nem áll vissza a járvány előtti helyzetre. Úgyhogy ez az egész járvány dolog még sokáig téma lesz, nem sokkal ezelőtt a miniszterelnök is beszélt róla, mindjárt elmondjuk, hogy mit, és utána ki is beszéljük a mai vendégekkel. Bemutatom, hogy kik ők. Itt van Brenner Kolomán, az országgyűlés jobbikos alelnöke. Jó estét kívánok! Hajnal Miklós, Momentumos politikus, a Momentum szóvivője, és Vágó István, a DK országos elnökségének tagja. Miklós is elnökségi tag a Momentumnál, egyébként csak a teljesség kedvéért. Talán azzal kezdeném, majd mindjárt összefoglaljuk a miniszterelnök Facebook bejelentésének a legfontosabb gondolatait, de hogy hát négy fiatal férfi ül itt. Én azt tudom, hogy Adelnök úrral egy évjárat vagyunk. Vágó István, volt, Vágó István egy kicsit hamarabb született nálunk. Jól van. Miklós meg egy kicsit később. Miklós meg egy picit később. De hogy mennyire mérlegelnek kockázatokat, mikor például van egy ilyen meghívás, hogy észszerű egy ilyennek eleget tenni. Nem, mert ez óhatatlanul taxizással jár, közlekedéssel, itt az ember találkozik emberek. Nem rá, hogy ezt fogod kérdezni. Na. Akkor én most elmesélem neked, hogy nem taxival jöttem, saját autóval jöttem. Emiatt. Aha. Itt van az ölemben. És nem voltam sminkben. Ami nem látszik rajtad egyébként. De tanúsíthatom téged, tényleg Vágó István most vette le. Többiek? Saját kocsi mindig, maszk mindig, gyakorlatilag én is kint vettem le, gyakorlatilag, és fertőtlenítés, és hát én sminkbe voltam, mert szükségem volt rá. Szóval az észszerűség határán belül Miklós, mint a legfiatalabb tagja. Nem, neki könnyű. Négyes. Nem feltétlenül, ugye most már azért olvassuk, hogy a fiatalokat is meg tudja rángatni ez az egész. Mi is terjeszthetjük, szóval nyilván kell az elővigyázatosság. Én nem járok autóval, szóval én általában metrózni szoktam, most taxival jöttem. Hát azért a maszk nyilván a tömegközlekedésen az alap. Én örülök annak, hogy ez most már kötelező mindenhol, és hogy ezt betartatják. Szerintem ez fontos, és nyilván mindenhol a kézfertőtlenítés. Ezek az óvintézkedések kellene. Egy pici dolgot a Miklós figyelmébe ajánlani. Mert nem olyan régen olvastam én egy Vályi doktornak a posztját a Facebookon. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Ő kifejti azt, hogy lehet, hogy nálatok a hatások, a mellékhatások, a főhatások nem annyira komolyak, de úgy tűnik, hogy vannak maradandó nyomai a fertőzésnek. Igen. És ezek a maradandó nyomok még lehetnek nagyon komolyak. Tehát a dolog nem vicces, hogy visszavonom az előző kacagásomat, nem vicces, amiről most folyik a kutatásoknak egy iránya, az ezeknek a maradvány hatásoknak a... Hát én sem bagatelizálni akartam, és még nem is látjuk igazából, hogy mik lesznek ezek a következmények. Úgy most fél éve az eredményeket, mi van a megbetegedések után gyakorlatilag, hogy milyen szövődmények vannak. De fiataloknál is. És fiataloknál is, így van. Igen. Friss miniszterelnöki bejelentés. Most tette közzé Orbán Viktor a Facebook oldalán, talán egy fél órával ezelőtt. December-januárban tetőzik a járvány, maradnak a beutazási korlátozások, 11 után nem maradhatnak nyitva a szórakozóhelyek, és hatósági áras lesz a teszt. Összefoglaltuk, hogy mit mondott Ime. A teljes körű látogatási tilalmat fenntartjuk a kórházakban és az idős otthonokban. Október 1-től testhőmérséklet mérés után lehet belépni az iskolákba, a diákoknak és a tanároknak, és csak nekik. A tesztek hatósági árát megállapítottuk, nem lehet semmilyen jogcímen sem lehet több pénzt, mint 19.500 forintot elkérni egy tesztért. És végül döntöttünk arról is, hogy a szórakozó helyeket este 11 órakor be kell zárni. Kérek mindenkit, hogy a saját érdekében, de különösképpen az idősek és a betegek érdekében tartsa be ezeket a szabályokat. A rendőrséget pedig utasítottam a belügyminiszteren keresztül, hogy szigorúan ellenőrizze és tartassa be a szabályokat, és ha kell, akkor büntesse azokat, akik nem tartják be a szabályainkat. Egyszer már sikerült, most másodszor is sikerülni fog. Vigyázzunk egymásra! Na, kezdjük talán a hatósági árnál. 19.500 forint, ez nagyjából a kétharmada a korábbi piaci árnak, ugye azt mondták, hogy 30.000 forint körül vannak ezek a tesztek. Sok, kevés, elfogadható első reakció. Ahogy előadta a miniszterelnök, tényleg ez egy igazi produkció. Nem engedjük, hogy több legyen. Hát ahhoz képest, hogy
nagyon sok országban ingyen van. Ahhoz képest ezt ne adja el már győzelemnek. Hát ugye szívesen elmondja, szerintem minden ellenzéki hang, hogy ezekért a tesztekért mi már egyszer fizettünk, hiszen költségvetési pénzből vették. Az a mi pénzünk. Utána valaki behozta, nem tudjuk, hogy mennyiért, de nagy valószínűséggel, ez már egy rossz szájízű megjegyzésem, volt valami nyeressége rajta. És utána kifizetjük megint, miután fizetünk TB járulékokat, és így tovább, és így tovább. Szóval én ezt felháborítónak tartom a módját, ahogy előadta. Hétfőnként Szijjártó Péter külügyminiszter ugye felállt annak idején valóban a parlamentben, és előadta, hogy most ennyi tesztet, lélegeztetőgépet, maszkot szereztünk Kínából, hogy milyen minőségűeket arra mi mindig felhívtuk a figyelmet, és hát mi is nagyon régóta ugye a néppárti Jobbik nevében ingyenes tesztelést követeltünk. Elsősorban a veszélyeztetettek számára, az idősek, a pedagógusok számára nem is értjük, hogy miért nem tesztelnek, hiszen most az esetszámok a korábbi hullámhoz képest lényegesen magasabbak, illetve egy korábbi beszélgetésre hadd utaljak vissza, szerkesztő úr, hogy most, mintha az ismeretségi körünkben is ugye egyre több valós COVID-fertőzött lenne, és azt azért én is nagyon hát ironikusan tudnám csak miniszterelnök úr beszédéből idézni, hogy ő pontosan tudja, hogy napra pontosan ugye, hogy mikor kezdődik, meg majd tetőzik, meg majd mikor lesz vége, már jó előre a járvány. Májusban nagyon pontosan megmondta. Igen, május 3-ától, most pedig decemberben, januárban, és majd január 31-én be is zár a járvány, gondolom, és szóval nevetséges, és tesztelni kellene, és a valós számokból gócpontokat meghatározni, és ott kell majd komoly intézkedéseket tenni, a mi véleményünk. Ez a december-január szerintem nem arról szól, hogy addigra majd életbe lépnek itt a védekező mechanizmusok, ez sokkal inkább arról szól, hogy valószínűleg karácsonykor kevesebb az interakció, mindenki a családjával tölti az időt, és vélhetőleg a miniszterelnök is abban bízik, hogy talán akkor kevésbé fog terjedni a vírus abban a két hétben nagyjából, amit mindenki inkább a családjával tölt. Ahhoz mindenképpen csatlakoznék, amit ti is elmondhatok, hogy itt valójában ingyenes tesztelésre lenne szükség. Tehát ez szerintem nem csak, hogy minden ellenzéki párt mondja, de minden magyar állampolgár joggal kéri számon az államon, hogy ezt miért nem biztosítja, ez nem kéne, hogy pártpolitikai vita tárgya legyen. Az ár egyébként engem azért lepett meg, mert én hallottam olyan önkormányzatra, amelyik ennél olcsóban szerezte be a teszteket. Most nem tudom, hogy itt konkrétan melyik tesztről van szó, de, igen, de elég, teszt van, elég rosszul alkudik a miniszterelnök, hogyha egy államapparátussal a hátam mögött, ami azért nyilván egy nagyobb vásárlóerőt jelent, nem volt képes jobb árakat kialkudni az önkormányzatoknál, amik nyilván kisebb nagyságrendben rendelnek teszteket. Hadd mondjak egy rövid mondatot, picit távolabbról. Igaza van a Miklósnak. Ha egy szakember elmondja, hogy milyen tesztről van szó, nem is tűnt fel nekem, hogy a tesztekről beszél, miközben többféle teszt. Mindenféle teszt. De nekünk mindig politikusok mondják el. Méghozzá olyan politikusok, akik egyeszem első személyben beszélnek. Utasítottam Pintér minisztert, hogy keményen. Ez nekem mi közöm, hogy ő mire utasította Pintér belügyminisztert? Utasítottam a rendőrséget a belügyminiszteren keresztül a maszkviselés szabályainak szigorú betartatására. Mondja ezt az a miniszterelnök, ha én jól emlékszem, aki eléggé ilyen betyáros módon állt hozzá a maszkviselés szabályaihoz. Tehát ő adja ki azt az utasítást, hogy mostantól kezdve viszont nagyon oda kell figyelni. Hát a hitelesség nem nagy erénye ezben sem, miniszterelnök úrnak. Én azért arra utalnék, ez a militáns hangvétel, ugye mondjuk összehasonlítva, jó magam, hogy a Sopron révén az osztrák televízión nőttem fel, tehát mondjuk Sebastian Kurz kancellár úr, ahogy elegánsan a szakértővel mellette ez előadja, az. Ehhez képest ugye mi mit láttunk? Katonai egyenruhás emberek között az ország tanító nénie próbálta elmondani a nyújókát, tehát egyszerűen ezt felháborítónak tartom, hogy abban nem nézik a magyar polgárokat, hogy felnőtt módon egy tisztességes tájékoztatást megkapnak, hiszen minden nemzetközi példa azt mutatja, hogy tesztelés és tisztességes tájékoztatása a lakosságnak az, ami a legjobb ellenszer ennek a vírusnak. Most itt alaposan belekötöttünk ennek a beszédnek két pontjába, de azt gondolom, hogy egyébként maga az intézkedés csomag az rendben van. Kórházakban, idős otthonokban látogatási tilalom fenntartása. Nem ez észszerű. 11-kor szórakozó helyeket bezár. Ez vita kérdése. Valószínűleg vita kérdése? Lesz, amennyiben... aki vitatja. Én egyetértek vele, lesz, aki vitatja.
A futballmérkőzéseknek addigra végre, úgyhogy gondolom ez így. Igen, ez mondjuk ez nem szerepelt. Az iskolai hőmérsékletmérést azt tudtuk, az már néhány nappal ezelőtt bejelentett hír, de rendben van az is, tehát nyilván így észszerű dolog. Én egyébként a buli korlátozást vitatnám, mert nem az számít, hogy meddig bulizunk, ha már erre akarják felfűzni a dolgot, az számít, hogy hányan bulizunk. Ugye? Tehát az, hogy és milyen alkoholfok ember, után, mennyire közel mondtam, hogy lesz, én mondtam, hogy lesz, kint van egy teraszon hajnali egykor a terasz két sarkában, igen. Ők nem fogják egymást megfelelni. Hajnali egykor nem ilyen távol szoktak lenni az egymás. Szerintem a lejjünk úr rátapintott a lényegre. Bocsánat, tehát az idő előre haladtával a maligán is nőni szokott. A maligán fog is nőni szokott így. Gásler Miklós egy mondatát szeretném még ide behozni a miniszterelnök után. Ő azt mondta egy interjúban, ami egyébként egy zárt könyvben készített interjú volt, hogy számoltak vele, hogy a koronavírus meg fog jelenni egyes osztályokban, de az, hogy mindegyikben, az teljesen kizárt. Ezt, hogyha egy kicsit lefordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy maga a próféta beszél. Minden lehet számítani arra, hogy nagyon sok gyerek beteg lesz, de biztos, hogy nem mindegyik. Ugye? Igen, ezt mondta. Ezt önmelelősnyugtatónra beszélünk. Számta ezt a mondatot? Igen. Sok osztályban meg fog jelenni, de biztos nem mindegyikben. Magyarul ez azt jelenti, sok-sok beteg gyerek lesz, de azt kijelentem, hogy tutira nem mindegyik. Igen, annyi, ez engem szülőként nem nyugtat. Igen. Annyi sok autó megy az utcákon, meg a strádákon, és ezek közül néhány felborul, meg összeütköznek. És sem ütnek el mindenkit. Úgy van, hát nem kell idegeskedni. De tulajdonképpen a KRESZ szabályok se fontosak. Minek? Annyira elenyésző számú baleset történik az utcákon. Ugye a miniszterelnök is beszélt most is, meg néhány nappal korábban is arról, hogy az egészségügyet felkészítették a járványra. Ehhez képest nem tudom, olvastátok-e, ugye a Korányi Intézetnek, amely az egyik járványközpont, járványcentrum, a felhívását, hogy egészségügyieket keresnek, mert annyira kritikus a személyzeti helyzet, hogy nincs, aki ellássa a betegeket. Ugye az, amit olyan sokat mondtak, hogy eszköz van, csak ember nincs, aki működtesse. Ugye egy másik kórház pedig, ha jól emlékszem, más a János kórház, azt mondta, hogy bajban vannak, mert nincs már elég, most figyeljetek, lélegeztető kapacitásuk. Direkt megnéztem a szót. De az hogy lehet? Ott állnak a raktárakban a lélegeztetők. De milyen lélegeztetőgépek? Erre utaltam, de lehet, hogy kínai lélegeztetőgépek, amik esetleg nem is arra alkalmasak. Én nem ezt gondolom, hanem azt hiszem, hogy nincsen hozzájuk személyzet. Uh-huh. Mert direkt azért nem mondtak a más, kapacitás. Uh-huh. Hanem lélegeztető kapacitás. Ebben szerintem bele tartozik a személyzet is. Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzek valamit, ne felejtsük el. Valamikor két hét alatt felépült Kiskunhalasi járványkórház. Azzal mi van? A Szabó Tímea megnézte, és azt mondta, hogy egy elképesztően korszerűen felszerelt, teljesen rendben van a cucc, nincs benne ember. Igen. Ezt látom, ezt a beszélgetéseteket, jól mondom? Igen. Igen. És felkeltette az érdeklődések, hogy azzal mi van? Egyszerűen kikopott a hírekből. Azért épült, hogy olyan helyzetekre, amiben ma is vagyunk már, legyen valami megoldás, és semmi hír nincs róla. Már aktivizálni kellett volna valóban, ugye? Hogyha ilyen előfordul, hogy nincs már lélegeztető kapacitás valóban, és hát az egészségügyi személyzetre visszatérve azért, hogy ezt végig valóban mi is minden ellenzéki párt követelte, hogy az egészségügyi dolgozók számára nyilvánvalóan a bérfejlesztés az elmúlt években elmaradt, és ennek következménye az, hogy ugye kapták ugyanezt az egyszeri juttatást, és azt is megalázó módon, hogy először nettó, aztán bruttó, aztán vagy mindenki megkapja, vagy nem mindenki kapja, meg ugye erre emlékszünk. Tehát azt gondolom, hogy most megisszuk annak a levét, hogy hosszú éveken keresztül az egészségügyben bizony már csak az elhivatottak maradtak. Szorongva nézem az órát, csak azért hadd menjünk tovább, Miklós, Színház és Filmművészeti Egyetem, aztán legfeljebb a szünet után folytatjuk ezt a témát. Vagy a szünetben. Vagy a szünetben. Abból a nézők sokat fognak kérdezni. Szóval Vinyánszky Attila ma bejelentette egy interjúban, hogyha ő úgy látja, hogy ő az akadálya a megegyezésnek az egyetem ügyében, akkor kész visszalépni. Mutatjuk. 4 óra előtt érkeztek meg a Színház és Filmművészeti Egyetem bejáratához a Víg Színház színésznői. Halász Judit, Hegyi Barbara és Majsa Nyilas Tünde is az intézményben végeztek egykor. Nem volt kérdés, hogy ők is vigyázni szeretnének, volt iskolájukra. Pontban 4 órakor kezdődött a művésznők őrségállása. Azt figyelték a kapu bejárata felett, hogy olyan személyek, akik nem az egyetem polgárai, ne léphessenek be az ajtón. Az egyetemen hétfőn elindult az oktatás, tanköztársaságot hoztak létre.
amelynek keretein belül hagyományos órák is vannak, de közben, ahogy Németh Gábor lemondott oktatási tanácsadó mondta, a demokrácia nevű tantárgyat is tanulják, és folyamatos akciókat szerveznek az intézmény körül kialakult eseményekhez kapcsolódóan. A lemondott vezetőség a hónap végéig látja még el a feladatát az iskolában. Kerestük Vinyánszky Attilát, de nem értük el. A Demokrata című lapnak viszont azt mondta, ha ő az egyedüli akadály az álláspontok közeledésének, félre fog állni, mert neki ez nem hatalmi kérdés, és soha nem is volt az a típus, aki két kézzel kapaszkodik mindenféle igazgatói székekhez. Erre vonatkozott a nap kérdése is, már is mutatjuk a kérdést, tehát ez Vidnyánszky bejelentése, és ezzel kapcsolatban kérdeztük az önök véleményét. Vidnyánszky a visszalépését készíti elő, így véli a válaszadók 24%-a, másik lehetőség az volt, ez csak taktikázás, nem fog lemondani, 76% véli így. Na, a vendégek hogy látják? Hát egyrészt azt tudom üzenni Vidnyánszky Attilának, hogy hajrá. Tehát szerintem ezt a döntést sokan üdvözölnénk. Mindazonáltal, amennyire én az SFS diákok tiltakozását követtem, és az ő követeléseiket megértettem, itt ennél azért többről van szó. Tehát ők nem Vidnyánszky Attila ellen nem egy tüntettek, személy. Uh-huh. Ők az egyetemi autonómia mellett tüntettek, a tanszabadság mellett tüntettek. És szerintem az egy hibás értelmezés, és feltételezem, hogy nem véletlenül jött ez az értelmezés az Attila részéről, hogy ő ezt egy személyes vendettának állítja be. Ez nem az ő személyéről szól, ez arról szól, hogy itt gyakorlatilag tavasz végén, nyár elején mindenfajta egyeztetés nélkül kicsináltak egy egyetemet, és azt most le akarják nyomni a torkukon. Tehát itt az nem segít, hogyha a király maga helyett küld egy helytartót, attól még ott ugyanúgy feudalizmus lesz. Amit helyre kellene állítani, az a tanszabadság kérdése. Ezek ennél bonyolultabb kérdések, strukturális kérdések, alapító okiratban vannak lefektetve, kevésbé izgalmas, mint Vidnyánszky Attila személye, de valójában ott kell rendet rakni első pontban. Egy olyan egyetemet kell létrehozni, hogy még Vidnyánszky Attila személye se tudja tönkretenni, akkor is, ha ott van. Alelnök úr? Ugye én az összes egyetem, hiszen nem csak a Színház és Filmművészeti Egyetemet forgatták át kuratóriumi formába, alapítványi formába, hanem ez már a hetedik egyetem. Én az összes vonatkozásában benyújtottam azt a módosítómat, hogy a kuratóriumba ex officio, tehát hivataluknál fogva a megválasztott egyetemi vezetők, horibredictu hallgatók üljenek benne. Valóban egyetértek. Itt nem arról van szó, hogy Vidnyánszky személye a fontos, hanem az a fontos, és hát jó magam számára, mint az Európa Tanács jelentéstevője, az akadémiai szabadság és az egyetemi autonómia témakörébe készül a Brenner jelentés. Tehát ez kiemelkedően fontos, és ez egy személyes ügy is számomra. Nem véletlenül ajánlottam fel a közvetítésemet ma, mert azt gondolom, hogy egy olyan lövészárok hangulat alakult ki, amelyben már mindenki sérül, és már mindenki mond a másikról, nagyon érdemes művészek mondanak más nagyon érdemes művészekről olyat, amit később nagyon bánni fognak szerintem. Komolyan számít arra, hogy megcsörren a telefonja, és igénybe fogják venni ezt a közvetítői szolgálatot? Én azért gondolom azt, mert ha Vidnyánszky Attila most azt mondja, hogy itt lehet, hogy arcvesztés nélkül ő akár még a saját szemét is beáldozza, az én javaslatom arra vonatkozott egyébként konkrétan, hogy egy különálló karban működjön tovább az eddigi kurrikulum, az eddigi oktatót, az egyik hallgatók szerint az egyetem, és a Vidnyánszky féle kuratórium pedig alakítson egy másik kart az ő kultúrpolitikai elképzelései szerint, és egy 3 éves átmeneti időszakban szinergiaeffektusok egymással a szakmán belül tisztázzák ezt le, és akkor lehetne ebből úgy kijönni, hogy például a hallgatók se sérüljenek, akik mögött én is ott voltam minden tüntetésen, mert egyetértettem az egyetemi autonómiával kapcsolatos kiállásukkal, de ez egy olyan elmérgesedett helyzet szerintem jelenleg, amit gyakorlatilag fel kellene oldani. Pista, ha valaki, akkor te tudod, hogy milyen egy műsorvezetőnek az, amikor látja, hogy már pirosban van az. Szóltam én egy szót is. A folytatásban tiéd az első megszólalás, ígérem. Rövid reklámszünet, és utána jövünk vissza. Semmi nem változott a stúdióban, Brenner Kolomán, Hajnal Miklós és Vágó István, és még a témánk is marad, ugyanis udvariatlanul elmentünk reklámszünetre, pedig Vágó István már levegőt vett, hogy hozzászóljon. Hogy feltegyen egy kérdést Vidnyánszky az alelnök úrnak. Hát az én kenyeremet veszed el, úgy van, kérem. Jaj, Istenem. Ha én ezt tudtam volna. Na igen, csak gázsitból is majd levonod egy keveset. Most hallom, hogy jelentéstevő ezekben az ügyekben, mint ami az FSZ körül zajlik.
Jól tudom-e én azt, hogy önmagában az a tény, hogy a szenátusnak a jogait megnyírbálták, sőt, szinte semmisítették, ez törvényellenes? Tehát az oktatási törvénynek az a része, az, van egy ilyen paragrafus, hogy a szenátus dolga, hogy meghatározza egy egyetemen belül, megfelelően az egyetemi autonómiának, ezt és ezt és ezt a dolgot. Ez nagyon sok különböző tevékenység. Ha ezt elvonják tőle, már pedig a kuratórium ezt tette, akkor ez törvényellenes. Sőt, bizonyos jogi vélemények szerint alkotmányellenes is. Ezt nem ismertem mondani. Így van, mind a kettő igaz, és valóban ez a legnagyobb probléma. Tehát nem az alapítványi formával van ugye úgy van a baj, hanem azzal, hogy az egyetemi polgárok által megválasztott szenátus és az egyetemi vezetők, ideértve egyébként a hallgatói önkormányzatot is, nem tudja az egyetemet úgy önigazgatni, ahogy az a törvény megállapítja. Igen, valóban erről van szó. Ugye a Corvinus mintán ezt láttuk már, ahol a kuratórium úgy szabta meg a szervezeti és működési szabályzatát az egyetemnek, ami ugye az alkotmánya az egyetemnek, hogy mi hogy működik, hogy senkit nem kérdezett meg, sem a szenátust, tehát a megválasztott akadémiai szféra vezetőit nem kérdezték meg, ezért csorbítja valóban ez a típusú hatalomgyakorlás. Én szerintem ez egy nagyon fontos elem ennek az egész konfliktusnak, és még egy mondatot, ha szabad. Ugye Vinyánszky Attila idézett nyilatkozatában van egy nagyon furcsa mondat, aminek én nem adok hitelt. Egynek különösen nem. Hogy ő majd visszalép, ha úgy látja, hogy ő az akadály. Nem akkor lép vissza, ha ő úgy látja. Hanem ha egy felsőbb hatalom úgy látja, akkor vagy megengedi, hogy visszalépjen, vagy visszahúzza. De neki ebben szerintem nem osztottak lapot. Nekem abban viszont igen, hogy nem vissza, hanem tovább lépjünk, hogy behozom. Ugye milyen szellemes átkötés? Saját székházuk előtt tüntetnek a Pest megyei kizárt szocialisták, hogy ez mennyire egy párt belügye, hamarosan arról beszélgetünk, ezzel folytatjuk. Állarcban gyülekeztek az MSZP Pest megyei szervezeteinek tagjai saját pártjuk Villányi úti épületénél. Ez egy flashmob, ugyanis az Országos Etikai Bizottság, aki szólni mert a vezetésnek a megnyilvánulásai, döntései iránt, azt gyakorlatilag azonnal kizárták a pártból. Ezzel most átszázzak magunkat. A tüntetők és a pártvezetés között azóta hűvös a viszony, hogy az MSZP Pest megyei szervezeteit gazdálkodási szabálytalanságokra hivatkozva feloszlatta az elnökség. Érkezett egy levél, hogy mától, mint Pest megyei területi szövetség nem létezünk. A tüntetők szerint politikai leszámolás zajlik a pártban, hiszen a Pest megyei küldöttek így nem vehetnek részt az MSZP szombati országos tisztújító kongresszusán, ahol a szavazásra jogosultak 10%-át képviselnék. A jelenlegi elnöknek Tóth Bertalannak címzett petíciójukban státuszuk visszaállítását és a közben lezajlott megyei tisztújítás eredményének elismerését követelik. Az MSZP korábbi elnöke, Mesterházy Attila hétfőn arról beszélt az ATV stúdiójában, hogy az elnökválasztás körüli folyamatok az ő ellehetetlenítését szolgálják, ezért úgy döntött, nem is indul a posztért. Momentum DK Jobbik, ugye a három legtámogatottabb ellenzéki párt, szocialista vendég ma nincs. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy szocialista belügy? Tessék szocialista politikusokkal beszélgetni erről. Igen. A kérdésben valamennyire benne volt. Majd mindjárt kérdezem, igen, hogy miért nem. Én annyit azért hozzátenni. Igen. Vágó úr szavaihoz, hogy én semmelyik pártnak nem kívánom, hogy saját maga ellen szervezzenek a tagjai tüntetést. Tehát ez azért... Messze menőkig egyetértek a kollégákkal. Ez szerintem, hogy is mondjam, egymásért is tartozunk ennyi felelősséggel, meg ennyi kiállással. Egyébként pedig pártként, szövetségesként, koalíciós partnerként, amikor tekintünk egymásra, mindenhol most már lezajlottak a tisztújítások, az MSZP lesz az utolsó párt, ahol tisztújítások zajlanak, ugye múlt héten volt talán a Párbeszédnél, és eddig mindenhol meg tudtuk ugrani azt a feladatot, hogy a tisztújításokon újonnan elfogadott vezetéssel, onnantól kezdve úgy tekintünk rájuk, mint legitim vezetők és tárgyópartnerek. Akkor úgy kérdezem, hogy van-e vita közöttünk abban, hogy a politika fogyasztók döntő többsége, tehát akik most bennünket néznek, nem tudnák visszamondani, hogy miről szól ez az egész szocialista történet. Nem csak baj. Arról, hogy, valami konfliktus van. András, ne haragudj. Látom, hogy már te is haragszom. Te is érzed, hogy, hogy,
hogy lehet, hogy erről nem kellene beszélgetnünk, ugyanis ezt megteszi az összes kormánypárti médium. Tehát akit ez érdekel, átkapcsol az M1-re, M2-re, TV2-re, Hír TV-re, most már a P9 mondom a nevét. Tehát egyre több csatornára, és ezzel ők azt mondják, pártocska, vagy meg tudja ugrani ezt a parlamenti küszöböt, vagy így tárgyalják óránként ezt az ügyet. A HVG külön megjegyzi, a szocialista székház előtti tüntetésről a korábbi gyakorlathoz képest gyorsan beszámolt az MT, és kiemelten kezeli a kormány oldalát. Erről beszélek. Igen, hát ugye, erről beszélek. Ettől ez még nyilván az ellenzéki összefogás fejére hull vissza. Dehogy fú, dehogy hull. Én is azt gondolom, hogy ez a reményeink szerint 2022-ben felálló nemzeti egységkormányt nem fogja zavarni csatlakozva a kollégámhoz. Ugye mi a Jobbik részéről ezt megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor címlapon hozzák, hogy három darab olyan tagunk Facebookra kiírt valamit, aki 5 éve inaktív, miközben egyébként folyamatosan mondjuk most például nemrég egy csomó szervezetünk, mondjuk a Békés Csabaitól kezdve új alakult, arról nem számolnak be, tehát itt nekünk nagyon-nagyon visszafogottan, és azzal kell foglalkoznunk, és ezzel is foglalkozunk egyéb iránt, hogy a 106 egyéni választókerületben kiválasszuk azt a kiváló jelöltet, aki mint Bíró László barátom Borsod 6-ba meg fogja bontani ezt a kétharmados fideszes egypárti túlhatalmat. Így kell beszélni az MSZP körüli dolgokról. Nem, igen? Ez így korrekt, ez csak igen, így kell. Igen. Megértettem. Megyünk tovább akkor. Köszönöm. Nap idézetét szeretném felolvasni, és egyúttal a nézőknek is figyelmébe ajánlani. Háborús retorika helyett felelős kormányzást. A szellemi élet ízlés és politikai preferencián alapuló egyoldalú támogatása és az állami kinevezési gyakorlat egyaránt túllép minden, a polgári demokráciákat jellemző formális és informális korláton. Általánossá vált a félelem légköre, a lojalitás abszolút uralma a szakmai színvonal fölött, a régi időket idézi a sajtóirányítás, a célnak alárendelt statisztikai adatközlés, és hova tovább az öncenzúra. Ezt felelős magyar értelmiségiek tették közzé ezt a felhívást, azt hiszem a kezdeményező vagy az alapító Pálinkás József professzor akadémiai elnök volt. Kezdjük talán ott, hogy lehet-e azt definiálni, hogy felelős magyar értelmiségiek? Tehát kik a felelős magyar értelmiségek? Azt hiszem néhány óra múlva lesznek felelős kormánypárti értelmiségiek, akik majd kiadnak egy nyilatkozatot, amiben ezt az egészet negligálják, az ellentét. Pedig nagyon fontos, amit mondasz. Kik azok a felelős magyar? Kolomán is mondott olyat, hogy egyik oldalról is kitűnőségek, másik oldalról is kitűnőségek állnak ki a két oldalon. Engedjétek meg, hogy ebben egy picit szkeptikusabb legyek, és összehasonlítsam a két értelmiségi tábort. Nézzük meg, hogy Vidnyánszky mellett kik álltak ki, nem mondok neveket, de vissza tudjuk idézni név szerint, és kik ellene. Itt van ez az értelmiségi lista. Ezeknek jó része valamikor fideszes potentát volt. Nézzük meg azt az értelmiséget, amelyik most ezt aláírta, és én azért kíváncsi leszek. Professzorok Batthyány köre, bár már abban sem vagyok biztos. Hallgatnak. Ugye? Nagyon. Tehát nézzük azért meg, hogy melyik az az értelmiségi összetétel, amelyik majd kiáll a kormány mellett. Nem ugyanaz. Ugye jó magam nyelvészként tagja vagyok ennek a felelős értelmiségi körnek, és ezt meg tudom erősíteni, hogy itt gyakorlatilag nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly névsor, és sőt, nagyon őszintén mondom, én például azért léptem politikusi pályára, mert felelős értelmiségiként ugyanazt éltem meg, mint fiatal felnőtt koromban a kommunista egypártrendszerben, és amikor ugyanazt, amire ez a nyilatkozat is utal, ugyanazok a mechanizmusok kezdenek el a társadalom széles rétegei felé félelmet kelteni. Én ezért lettem politikus Vona Gábor barátom felkérésére, mert én nem akartam egy ugyanolyan egypárti túlhatalomban és ugyanolyan működésmechanizmusokban működő országban aztán megöregedni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne valóban, hogy a professzorok Batthyány köréből egyre többen felemeljék a hangukat, utalnék mondjuk az MTA új elnökének, Freund professzor úrnak már az első olyan reakciójára, a miniszter úrnak nagyon keményen visszaírt ugye az OTKA, az alapkutatási döntések miniszteri önkényes. Nem ezt feltételezték róla egyébként. Így van. Ezért hoztam fel példának, tehát én látom, hogy én például rendszeresen kiszoktam küldeni a maga
korábban mondjuk a Fidesz tudás és értelmiség ellenes lépéseivel szemben elmondott vezérszónokimat. Én voltam oly bátor, mindig elküldtem a professzorok Batthyány körének összes tagjának. Igen? Igen, hát ez egyfajta ilyen, hogy is mondjam, gesztus volt, hogy érezzék a törődést a tisztelt professzor, hölgyek és urak, és meg kell, hogy mondjam, hogy 4-5 név kivételével nem írták nekem vissza, hogy ne küldjön már többet Brenner úr. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért én nagyon remélem, hogy ez átszakad egyszer, ez a fajta lojalitása, a még mindig kitartó konzervatív értelmiségén, és mindenkiben feltámad. Beszéljünk egy kicsit a tartalomról is, ugye ők azt írják, hogy háborús retorika helyett végre felelős kormányzást kérnek. Ők akkor még nem tudhatták, hogy mi lesz a miniszterelnök ma délutáni Facebook nyilatkozatában. Az első csatát megnyertük, így kezdődik az egyik gondolat. Van egy haditervünk, így folytatódik. Szóval, hogy nagyon úgy tűnik, hogy amiről ők beszélnek, a jelenség az létezik. Hát én ezt nem háborús retorikának szoktam hívni, hanem csak hadiblablának, mert ugye valójában azért a retorika az nekem ilyen pártaszos, én azt gondolom, hogy a mögött lesznek ilyen mélyen szántó gondolatok, de ez gyakorlatilag ilyen üres lózunk, amivel megtöltjük a teret, és erőt mutat a miniszterelnök, vagy erőt próbál mutatni a miniszterelnök, de tényleges tartalom, vagy intézkedés kevés van mögötte. Ugye mi is elmondtuk most az előbb, hogy a teszteknek ingyenesnek kellene lennie, ehhez képest milyen árat sikerült kialkulni. Tehát gyenge teljesítmény mögött vannak hangzatos szavak gyakorlatilag. Erről szól ez a háborús retorika. Örökké keressük a külső ellenséget, a vírust is nyilván kívülről hurcolták be. De Miklós, ez 10 éve működik, a háborús retorika. Tehát 10 éve ezzel választásokat lehet nyerni Magyarországon. A helyzet az, én abban bízom. Én abban bízom, lehet, hogy mostanáig lehetett, most egy olyan helyzet van ebben az országban, egy egészségügyi és gazdasági válsághelyzet van Magyarországon, amikor már nem lesz elég az, hogy mindig kifelé mutogatunk. És amikor az emberek, könnyű volt abban a gazdasági helyzetben, amiben az elmúlt 10 évben volt az ország, sokszor külső veszélyekre mutogatni. Most egy nagyon is komoly belső veszélyt kellene először elhárítanunk, és egy nagyon is komoly belső kihívással kell szembenéznünk. És én ezt a felismerést, hát hogy is mondjam, lehet, hogy megvan a kormányban, de az intézkedéseket rá semmiképpen nem látom rá. És nagyon érdekes volt az a párhuzam a Vidnyánszki kapcsán, meg a színház értelmiség kapcsán. Tehát pont ma jött le az a hír is, hogy hívják a Magyar Teátrumi Társaság. Igen. Ami ugye a Vidnyánszkinak a köre, vagy hát lehetne azt mondani, hogy a jobboldali színházi értelmiségi köre, és hogy nem tudta összeszedni ott sem a kellő támogatottságot egy kiállás, egy közlemény érdekében, és végül nem adtak ki közleményt aztán. 120 erdélyi magyar színész és bábjátékos biztosította támogatásáról az egyetemet. Igen. Határon túli Igen. magyarok. Igen. Akikkel hát a kormány igazán jó kapcsolatot ápol. Igen. Szóval én azt gondolom, hogy visszatérve erre a tényleg mindennapi témára, itt most nagyon rosszak, ez rosszul sül el náluk, ezek fiatalok. Ezek fiatalok, és fiatalok állnak ki mellettük. És erdélyi fiatalok is kiállnak mellettük. Tehát ezt a korosztályt szerintem még jobban megsértette, mint a netadóval. Itt tényleg, ennek tényleg tétje van. Ez strukturális, ez kulturális életünknek a veleje. Nem az, hogy netadó lesz, vagy nem lesz. Mert az ugye a fiatalokat ugyancsak megmozgatta, de szerintem már ennél sokkal komolyabb. Igen, és ugye itt azért visszautalnék arra, hogy valóban az elmúlt 10 évben, miközben minden évben szinte komoly reálbérnövekedéseket lehetett osztogatni az EU-s forrásoknak, egyebeknek hála. Ez most egy teljesen más szituációban történik, ez a kicsit ilyen megrodgyant öreg katonás, bocsánat, én még voltam az elmúlt rendszerben ugye a Magyar Néphadsereg katonája. Tehát ez a megrodgyant, nagyon-nagyon rossz ízű emlékeket idéző ilyen keménykedős, de már tulajdonképpen hát ilyen formában előadott dolog, ez szerintem is most visszafordulhat, hiszen egy olyan komoly társadalmi krízis is felé haladunk a gazdasági krízis nyomán, ahol több százezren elvesztik a munkájukat, és elvesztették már a munkájukat, ahol a munkakeresési járulék még mindig csak 3 hónapig jár, és utána mi történik? Ugye mi már ezzel javasoltuk, hogy legalább 9 hónapra emeljük fel. Németországban 2 év. Így van, Németországban 2 év, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kívás, és kevés lesz ez a katonásdi most miniszterelnök úrtól. Jót beszélgettünk, köszönhetően meghatározó mértékben Brenner Kolománnak, Vágó Istvánnak és Hajnal Miklósnak. Önöknek meg a figyelmet köszönöm. Minden jót, viszontlátásra!